kis barátja. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Tű, mit találtál, Pokolyó? Nem tudod? Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy mi ez? Hernyó! Ő Valentina! Valentina! Itt gurul Eli! Júj, vigyázz! Szerencse, hogy ott voltál, Pokolyó. Szerintem valakinek vigyáznia kellene a kis barátodra. Látom, Valentinát érdeklik azok a levelek. Hát a hernyók aztán szeretnek enni. Tű, Pátónak milyen szép sütije van! Ajaj, de hová tűnt? Valentinának nagyon jó étvágya van. Mi a következő fogás, Pokolyó? Asztal. Szerintem a hernyók nem esznek... Ó, hát elég éhes lehet, nem igaz? És a könyvekért is rajong. Pato és Eli, bocsánat, de úgy látszik, Pokolyó kisbarátja képtelen jól lakni. Látom, itt járt a kis barátod. Valentina. Tudod, Pokolyó, a sok evés közben Valentina barátod megváltozott. Igen, bebábozódott. Báb? Igen, a báb olyasmi, mint egy hálózsák. Kényelmesen pihenhet benne. Látsz valamit, ami úgy néz ki, Pokolyó? Igen, Pokolyó, a barátod ott van benne. Köszönjük, Pato doktor! Pokolyó, amikor a barátod majd előjön a bábból, hát... annyit mondhatok, meg fogsz lepődni, hogy mi lett belőle.
Tű! Na hát, mi volt ez? Azt hiszem, én már látom Pokolyó barátját. Látja valaki, mivé változott Pokolyó kis barátja? Pillangóvá! Egy gyönyörű lepkévé! Igen, a hernyó pillangóvá változott. Pokolyó, jócskán megváltozott a barátod, nem igaz? Tű, pillangó is elég éhes. Pokolyó, a barátod nagyon más, mint volt. De az étvágya nem változott. És az sem, hogy a barátod. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Barátok bandája. Hó, Pokolyó! Mi ez? Úgy néz ki, mint egy... Hát ez furcsa. Igazán szép, élénk szín. Megmondanátok, milyen szín ez? Piros! Úgy bizony, piros. Hoppá, úgy látszik, először el kell kapnod. De ez nem is olyan egyszerű. Lehet, hogy csak játszani akar Pokolyó. Jó, jó, jól van, Pokolyó, azért nem olyan szörnyű a helyzet. Igen, értem, hogy dühös vagy, Pokolyó, de... Megszólalt. Megszólalt. Valaki válaszolna neki? Én. Te, Pokolyó. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Ha-ha, most te jössz, Pato. Ez így nem megy. Így már jó. Ajaj, hová tűnt? Mit gondoltok, visszajönne, ha azt kiáltanánk, hogy hol vagy? Jó. Mehet. Hol vagy? Még egyszer. Hol vagy? Mondjuk kicsit hangosabban, Pokolyó. Hangosabban. Még egyszer. Hol vagy? Igen, igen, Pokolyó, ott volt! Adi! Adi! Csintalan az új barátod, Pokolyó, az egyszer biztos. Ez biztos egy másik barát.
És még egy. Hány formánk is van most? Számoljuk meg őket. Egy, kettő, három. Ha-ho, Eli! Úgy látom, Pokolyó az új barátod szeretne mondani valamit. Így van? Tyha! Ettől a tánctól biztos támadt egy ötlete. Vajon mire készülnek? Szerintem valami meglepetést tartogatnak nekünk. Remek! Micsoda gyönyörű zene! Éljen, Pokolyó! És éljen, hogy mindig tudunk valami újat játszani! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! A rendetlen vendég. Mi volt ez? Megint itt vannak. Megmondanátok, hogy kik ezek? Pokolyó és Szundi madárka! Igazatok van! Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Szundi madárka! Ha-ha! És mi a terved mára, Pokolyó? Pátó! Pátó? Ja igen, ott van Pátó! Az építőkockákkal játszik! Játszunk! Jó mulatság volt, igaz? Most azt hiszem, ideje egy kicsit rendet rakni. Hová tűntek? Ez csak valami tévedés lehet. Biztos nem hagynak itt csak úgy, hogy te pakolj el egyedül. Tű, Valentina befejez egy kirakóst. De jó! Játék! Hurrá! Hajjaj, hát ez nem volt valami nagy segítség, ugye? Eli és a babája piknikezni mennek. Igazán kedves Eli. De finom sütik. Eli mindjárt hoz még. Mm,
Ezek is jól néznek ki. Micsoda rendetlenség! Papa! Pokolyó, ugye tudod, hogy a barátaid nagyon haragszanak rád? Pátó. Látod? Halvány gőzöd sincs, hogy miért ilyen morcos. Igen, Valentina is haragszik rád, Pokolyó. Eli! 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 Megmondanátok Pokolyónak, hogy miért sértődtek meg a barátai? Mert rendetlenséget csinált! Mert rendetlen! Ez igaz. Rendetlen. Emlékeztek Pátó építőkockáira? És Eli piknikére? Na és persze Valentina kirakósára? Szerintem bocsánatot kellene kérned. Pátó, Eli, Valentina. Valaki mondani szeretne nektek valamit. Bocsánat. Segítsünk Pokolyónak bocsánatot kérni a barátaitól. Egy, kettő, három. Bocsánat! Szerintem megbocsáthatunk. Szerintetek? Rendet rakok. Ilyen. Végre kész. Gyönyörű. De Pokolyó, most mi? Nem értem, ez nagyon furcsa. Vajon mire készül? Ó, hát persze. Pokolyó bekeretezte neked. Ez csodálatos. Éljen, Pokolyó! Éljenek a barátok! Pápa, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Az én patóm. Nézzétek, Pokolyó és Eli. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Eli! Ajaj, úgy látom, veszekszenek. Mi ez? Megmondanátok Pokolyónak és Elinek, hogy mit hoz Szundi madárka és Valentina? Ajándékokat hoznak. Úgy bizony, ezek ajándékok. Ma van Pátó születésnapja. Jaj, nehogy azt mondjátok, hogy elfelejtettétek. A te hibád. Na, senki sem tehet róla. Gyerünk, ünnepeljük meg a szülinapost. Boldog szülinapot! A barátaid nagyon izgatottak a szülinapod miatt, Pátó. Nézd, Szundi madárka ajándékot is hozott neked. Virágok! Ó, de gyönyörűek! És nézd, Valentina is hozott neked ajándékot. Egy... követ? Ez csodálatos. Milyen figyelmes ajándék, Valentina.
Hé, két kacagós! Valentinának legalább eszébe jutott, hogy ajándékot hozzon. Mi az, Eli? Te is hoztál valamit Pátónak? Ja, értem. Te a délutánt rendezel Pátónak a születésnapján. Boldog szülinapot! És nézd, Pátó! Pokolyótól is kapsz ajándékot. Jaj, ne! Kidurrant Pátó új labdája. Ó, Eli! Pokolyó, mit csinálsz? Boldog szülinapot! Pátó! Pátó! Mi ez? Egy ketrec? Boldog szülinapot! Eli! Hála az égnek, kiszabadítottad Pátót a ketrecből, így most végre megünnepelheti a születésnapját. Hol van Pátó? Pátó jéggé fagyott. Ajaj. Szerintem Pátó nem mulat valami jól. Pokolyon ne! Ó! Oh! Ajaj. Úgy látom, Pátónak elege lett a veszekedésetekből. Eli, Pokolyó, egyáltalán nem figyelnek rá. Talán akkor ide figyelnek, ha együtt kérjük meg őket, hogy ne veszekedjenek. Mehet? Elég! Ne veszekedjetek már! Pátó elmegy, mert folyton veszekedtek. Mi lenne, ha kezet fognátok és kibékülnétek? Na, így már, mindjárt más. De Pátót vissza kell hoznotok. Pátó, ugye igazából nem hagysz itt minket? Ez borzasztó. Pátó, szépen kérlek, ne menj el! Mihez kezdenénk nélküled? Tűha, hiszen ez nem egy elutazós busz, Pátó, hanem egy szülinapi bulibusz. Pátó! Szerintem Pokolyó azt szeretné, ha mindenki boldog szülinapot kívánna Pátónak. Gyerünk! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot, Pátó! Éljenek a szülinapok! Pápá, nem sokára találkozunk. Szundi madár meglepetése. Ahó, Szundi madár! Jaj, bocsánat, szundi csak tovább, Szundi madár.
Ahó, pokolyó! Ha-ha! Meglátogatod régi barátodat, Szundi madarat. De sajnos most is alszik, mint mindig. Na, várj egy kicsit. Lehet, hogy most felébred? Ah, nem. Azt hiszem, valami másról van szó. Ah. Na hát, ilyet? Ah, szerencsére megúszta. Labda. Pokolyó. Nem, az igazából nem. Köszönjük, Pátó. Labda. Igen, tényleg hasonlít a labdára, de az alakja azért nem egészen olyan. Megvan. Segítenétek Pokolyónak? Meg tudja mondani valaki, hogy mi ez? Tojás! Ez egy tojás, Pokolyó! Tojás, tojás, tojás! Ott már jobb helyen van. A tojás könnyen eltörhet, Pokolyó, ha nem vigyázol rá. Tudod-e, mi van a tojás belsejében, ami előbb-utóbb kibújik belőle? Tű, Pátó tudja. Egy kicsi madár van a tojás belsejében, Pokolyó. Madárka? Úgy bizony. Nem is tudtam, hogy Szundi madár egy tojáson csücsül. Ennek a tojásnak ott a helye fent, Szundi madárfészkében, az anyukája mellett. Ajjaj, kapd el gyorsan, Pokolyó! Szundi madár aggódni fog, de nagyon, amikor felébred. Csí, hogy ugrál? Kapd el, Pokolyó! Vagy Pátó, te kapd el! Az ellenkező irányba megy! Gyorsan, gyorsan! Pátó, mögötted! Ó, a minden itt! Ha? Jó, ügyesek vagytok. És most valahogy fel kellene ébresztenünk Szundi madarat. Szundi madár! Szundi madár! Szundi madár! Micsoda álomszuszék, nem ébred fel semmire. Valahogy nekünk magunknak kell visszacsempészni a tojást a fészekbe. Igen, sajnos magasabban van, Pokolyó. Talán egy magasabb valaki tudna segíteni. De ki? Meg tudjátok mondani, Pokolyónak, ki elég magas ahhoz, hogy segítsen? Eli! Úgy bizony. Nagyszerű! A tojásnak ott a helye a puha fészekben. Éljen, Pokolyó! Történik valami a tojással. Tojás? Tojás! Ne félj, Pokolyó! Menj csak közelebb! Nehogy lemaradj a nagy eseményről!
Igen. Egy aprócska szundi madárka. Vagy egy aprócska, nagyon is éber madárka. Minden esetre úgy látszik, lett egy új barátunk. Az biztos, hogy még sokszor találkozunk vele. Na persze, csak ha utolérjük. Pápa, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Szundi madárka rajong. Ha-hó, Szundi madárka! És ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Tű, nézzétek! Tapsoljuk meg mindannyian! Tessék, Szundi madárka! Azt mondod, ennél jobb labda pattogtatást életedben nem láttál? Na hát, ezt nevezem bóknak. Azt mondod, ennél nagyszerűbb építményt még életedben nem láttál? Hát tényleg szép ez a fal, de jobb, mint az egyiptomi piramisok? Hát, ha te mondod, Szundi madárka. Mi ez? Á, Szundi madárka nyilván úgy gondolja, hogy a rajzod egészen különleges, Pokolyó. Persze, természetesen. Műalkotás. Hogy jobb, mint a Mona Lisa? Hát... Mi ez? Egy vörös szőnyeg. Te jó ég! Hát ez a legkevesebb, amit Szundi madárka bálványa megérdemel. Ha-hó, Pato! Pato, Szundi madárka azt mondja, hogy már eleget játszottál, most ő következik. Ha-hó, Eli! Tyha, ez jó munka! Eli, Szundi madárka azt mondja, hogy az ő dolga lökni Pokolyót. Szundi madárka, Pokolyó azt mondja, hogy fáradt. Majd később újra találkoztok. Hé, Szundi madárka! Ahó! Megmondanátok Szundi madárkának, hogy ki vagy, mi zavarja Pokolyót? Szundi madárka! Szundi madárka!
madárka. Azt mondtad Szundi madárkának, hogy menjen el. Tényleg újra találkozni akarsz vele? Nézz bele ebbe a távcsőbe. Szomorú. Megmondanátok Pokolyónak, miért szomorodott el Szundi madárka? Azért, mert elküldted! Azt mondtad, menj innen! Úgy bizony. Végül is csak a barátod akart lenni, Pokolyó. Hallgass ide, Szundi madárka. Pokolyó nem úgy gondolta, csak egyedül akart maradni egy kicsit. Mi ez? Egy meghívó. Valaki szeretné, ha elmennél egy buliba, Szundi madárka. Bocsánat. Ez kedves bocsánatkérés volt, Pokolyó. Tessék, azt mondod, ennél kedvesebb bocsánatkérés nem is létezik? Éljen, Pokolyó, és éljen, Szundi madárka! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Kutyus szeretet. Nézzétek, itt van Pokolyó és Lula! Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! És ha-ho, Lula! Jól érzitek magatokat, igaz? Lula! Várj! Labda! Találtál. Kutyus. Igen, ez egy játék kutya. Mi az ott a kutya hátán? Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy mi az a kutya hátán? Egy kulcs! Kulcs! Úgy bizony, egy kulcs! Ez biztos egy felhúzós játék. Igen, Pokolyó. Jó ötlet, hogy forgatod a kulcsot. Forgass tovább! Ez az! Most tedd le a kutyát! Tyúha! Oda néz! Ez is ugat, de ügyes szerkezet. Kutyus. Szerintem Lula játszani szeretne, Pokolyó.
Szerintem fel kell húzni. Jó kis mutatvány volt, nem igaz? Ó, nézd, Pokolyó! Lula micsoda mutatványokat csinál! Te is nagyon ügyes vagy, Lula. Jól van, semmi baj, Lula. Pokolyó, szerintem valaki szomorkodik. Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy ki szomorkodik? Lula szomorkodik! Segény, Lula! Tudod, Pokolyó, csak az új játékoddal foglalkoztál, és Lula úgy érezte, hogy megfeledkeztél róla. Lula? Lula? Lula, játék? Na, így már mindjárt más. Ne félj, Lula! Pokolyó téged sokkal jobban szeret, mint a játék kutyusát. Ez aztán a jó móka. Néha foglalkozni kell egy kicsit a kutyusokkal. Na meg persze az emberekkel is. És akkor mindenki jól fogja érezni magát. Éljen Pokolyó! Éljen Lula! Pápa, nem sokára találkozunk. Új babája. Pahó Eli. Tű, van egy új babád. Két karja van. Két lába. És egy feje. Csodálatos. Pahó fiúk. Vigyáztok Eli babájára? Hó, barátaim! Osztály, figyelem! Pató professzor azt mondja, ez egy kéz. A kézen vannak ujjak. Ez egy láb. A lábon is vannak ujjak. Szundi madárka, megmondanád, mi ez? Segítenétek Szundi madárkának? Ez egy láb! Szerintem a haragos űrlény mondani akar valamit. Láb! Nagyszerű! Mindannyian tanultunk valamit a kéz és lábujjakról. Köszönjük, Pató professzor! Pató professzor előadását hallottátok. Ajaj! Pató, óvatosan! Ebből baj lesz.
Jaj, ne! Pokolyó, Pato, ne! Ajjaj. Pokolyó, szerinted ez jó ötlet? Torta! Köszönjük! Szegény Eli. Poli mondja! Poli mondja! Poli mondja! És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék. Az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja. Fessetek! Ez az, mindenki fessen. Festeni jó! Mondja, fényképezzetek! Ez az, fogjatok egy fényképezőgépet, és fényképezzetek! Polip mondja, zenéljetek! Ez az, zenélni jó! Polip mondja, ennyi volt! Megvan az összes darab. Megmondanátok, mi ez? Ez egy fej! És azok mi? Lábak! Azok lábak! Na és azok? Karok! Azok karok! A karok, úgy bizony. Á, javítsuk meg! Hurrá! Lássuk csak. Két láb, két kar és egy fej. Remek! Megjavítottátok! De jó! Énekeljünk! Búcsúzkodó barátok. Hohó, Pato! Mi folyik itt? Összecsomagolod a holmiaidat? Elmész? Ajaj! De Pato, igazából nem mész el, ugye? Tényleg elmész?
akkor most búcsúznunk kell. Szeretnél elbúcsúzni Szundi madártól? Pato, most komolyan, muszáj elmenned? Te jó ég, ez egy repülőgép, tényleg elmegy. De Pato, nem mehetsz el. Maradj, kérlek. Talán, ha együtt kérjük, akkor itt marad. Mehet. Kérlek, maradj, Pato! Ne menj el, kérünk szépen. Attól félek, semmi értem. Akkor hát, nincs mit tenni. El kell búcsúznunk Pátótól. Búcsúzzunk el együtt Pátótól, rendben? Igen, Pátó, minden jót! Vigyázz magadra! Pápá! Tudod, Pátó, azt hiszem, Pokolyónak és Elinek már elege van ebből a búcsúzkodásból. Jaj, ez annyira szomorú. Ég veled, Pátó! Visszajött! Hurrá! Szóval mindvégig a bolondját járattad velünk. Rendezzünk neki egy hazatérős bulit. Pokolyó, mit csinálsz? Én jövök. Te jössz? Á, értem. Szóval ez az egész egy játék? Mindannyian elbúcsúztok, és aztán hazajöttök? Csodálatos! Szerintetek most Pokolyó játssza a búcsúzkodós játékot? Igen! Most Pokolyó következik! Pápá, Pokolyó, hiányozni fogsz! Ez jó móka! Éljen az elutazás, és éljen a hazatérés! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó!
új vendég a bolygón. Mi ez a hang? Úgy látom, az űrből jött egy látogató. Esetleg köszönjünk neki mindannyian. Rendben? Akkor rajta. Szia, űrlény! Ajaj. Úgy látom, félénk egy kicsit. Semmi baj, semmi baj. Barátok közt vagy, kis zöld űrlény. Köszöntelek a bolygónkon. Először jársz itt? Akkor hadd mutassalak be pár barátunknak. Egyébként békés szándékkal jöttél, ugye? Szerintem te is jóban leszel a barátainkkal. Hűha, mi ez? Jaj, ő pokolyó! Jaj, ne, pokolyó, várj! Pokolyó! Szeretnélek bemutatni valakinek. Nem, nem. Fölötted van, pokolyó. Pokolyó, a barátunk elég félénk. Úgyhogy légy nagyon kedves hozzá. Így már jobb. Pokolyó, emlékszel? Kedvesem! Megmondanátok, hogy kinek a hangja ez? Patói! Pato hangja! Ne, Pato! Ajaj, megint a szemébe csúszott a kalapja. Pato, Pato! Állj meg, Pato! Megrémíted az új barátunkat. Bári! Hű, ez nem sokon múlott. De hová tűnt az űrlény? Ó, hát itt vagy. Figyelj, borzasztóan sajnálom, ami történt. Pato általában nem ilyen. Ismerd meg Elit. Nincs mitől félned. Nagyon kedves hölgy. Ajaj. Hát ez elég szerencsétlenül alakult. Ajaj. Hát ez nagyon nem jó. Ó, kis barátunk! Hát itt vagy! Nézd csak, Eli és Pato! Látod, teljesen ártalmatlanok. Mit gondoltok, köszönjön Pokolyó és az űrlény Elinek és Patónak? Hoppá! Hát ez nem sült el valami jól, igaz? Ne aggódj, szerintem csak megijedtek tőled. Ó, már jönnek is! Figyelem, mindenki! Szeretném bemutatni nektek új űrlény barátunkat, az űrből érkezett. Látod? Tudtam, hogy amint megismeritek egymást, rögtön jó barátok lesztek. Mi ez?
Ó, ezek biztos a szülei. Talán azért jöttek, hogy hazavigyék a kis barátunkat. Nagyon kedves a kisfiad. Igazán jól éreztük magunkat, űrlény mama. Ó, értem, szóval te az űrlény papa vagy. Ajaj, mindjárt elmennek a barátaink, és Pokolyó meg Elli nincsenek itt, hogy elköszönjenek új barátjuktól. Úgy látom, most már indulnak. Milyen kár. Láttátok ezt? Ő, nézzétek! Pokolyó és Elli eljöttek elbúcsúzni. Köszönjünk el mind az űrlényektől, rendben? Sziasztok! Éljenek az új barátok! Pápá, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.